Akkor köszöntelek titeket a mai videóban. Mindjárt itt a címet láthatjátok. Magyar TikTok mém válogatást fogunk nézni. Kibírom-e nevetés nélkül. Az lesz itt a challenge lényege. És akkor nézzük, milyen mémeket találtak ennek a videónak a készítője. Majd a videót leteszem a leírásba. És akkor zargassuk neki. Úgyhogy nagyon sok mindent tudnék mondani, én nem fogok most ebbe belemenni, úgyhogy tiszta könyveszem. Úgyhogy azért, mert ez engem érdekel, tudod, Zsolt is. Nem jelentem, igen. Engem ma is kicsit akarom, hogy élesztve, gyere beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Gyere beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Nem voltam bátor, nem voltam jó. Mégis rád várom, mert úgyis minden mindegy nekem már. Amikor a tanár megkérdezi, miért van rajtam sapka. Csipázi egy kicsit lekőfogadni sok. Nem értettem, mert olvastam, igen. Ez mi a geci? Ez nálam nem szokott így lenni. Locsolkodni nem mehet a Pista. Minden eszik a családot, te csücska. Gyerekek, erre inni kell. Masszívan. Ervence. Nem azért volt büdös, mert román, hanem hogy már 4 napja nem fürdött. Tudod, milyenek ezek a románok? Értem. Kicsit azért tud vezetni, ugye? Igen. Jó. Vezetett már kocsit valaha? Igen, max is sokszor. Okay. Jól van, kanyarodjunk. Várjunk, nehogy elüssünk valaki. 2 kézzel kormányozzon. Olyan, mintha fogom Gypsy búráját. Nézd, ott egy ölei sofőr. Követhetjük? Csináljunk vele kis szexi tájt. Nem. Kapjuk el. Nem. Szegény Orbán Viktor. Azért, mert a nőnek joga van eldönteni, hogy kivel bújik ágyba. A miniszterelnök. A királyt. Egy kicsit azért tud vezetni. Valami van, szóljál nekem, mennyi? 5-6 ezer kell, mennyi kell? 20-30, azok! Azok! Te! Azok! Te! Mi ez a menőkocsit megetted? Csöves munkásautó. Csöves. Gazdag ember vagy egyébként? Nem vagyok gazdag ember, csak arra törekedtem az életem során, hogy nekem legyen. Hol a tisztelet a csím? Hol a Jack Daniel tiszok a csím? Hó, Brandon! Kis izom. Rossz híreim vannak, drága. Tudod, hogy elmentem Fáír, de sajnos elkaptak a rendőrök. Elvették a biciklimet, a baltát, a drága fűrészt, és még meg is büntettek 25 ezer forintra. Szeretettel, Lakatos Kemál. Lakatos Kemál. Oké. Okay. Lányok, be like. Úgy, te már 20 éves vagy, és még nem vesztetted el. Soha nem veszítek, baszok. Kibaszott győztes vagyok. Érted? Győztes. Iku bajnok. Hát, gratulálok. Iku bajnok. Tehát nagyon Iku bajnok. Hey, annál tudod, hogy fingottál. Annál, hogy a fingottál.
too emotional. Your apathy is hard to light, ne ennyi a jobb, de nem kegyetlenül kurva rossz, hanem aránylag szar. Mit szoktam? Igen. Elege van abból, hogy nyáron mindig meleg van. Legszívesebben elköltözne Norvégiába, mindig egy kurva miniventilátorral meg egy kurva legyezgetővel hűti magát a 40 fokos melegbe. Izzad és büdös a párja, már nem bírják egymást elviselni. Autószerelés közben kifolyik a sperma. A kurva klímát se tudja felrakni, mert akkor a élettelen fasz, hogy egy rohadt 2 kilós szart nem bír eltolni. Nem tudja, hogyan kell használni. Az ablakot se tudja bezárni, mert annyira nincs élete. Na de mától ennek vége. Ugyanis itt van a régi példányszámban lévő Livington S-Mark Cooler, amiből több mint 1 millió darabot adtunk el. Na de most már itt van ez a forradalmian új technológiájú, semmivel nem tud többet, Livington Smart Chill! Ne habozzon! Nézze! Egy hajszárítóra raktunk PVC papírt és lemértük a hőmérsékletet. Nagyon jó! Akár a konyhában, akár a nappaliba, akár a gyerekszobába, mindig tüdőgyulladás. Jó, gondoljon bele, csak 11 wattot fogyaszt, egy lámpa még többet, szóval bassza ki az izzóit és vegyen Livington Smart Chill. Hűtse magát, érti? Este is, nappal is, vegyszermentes és környezetbarát. Bújjon össze feleségével és nem fognak leizzadni. Ne habozzon, kellemes hűs levegő, mindig friss levegő. Ennek nem értettem a lényegét, de mindegy. Na, engem nem érdekel. Akkor úgy marad, azt nézitek. Mikor beállítani a projektort az előadóba? Akkor úgy marad, azt nézitek a plafont. Na, hát nem igaz, szegény tanár. Ennyi ember mindegy. Közül nem tud segíteni senki. Meg vagytok lőve. Mit kapcsoljak ki? Mit kapcsoljak ki? Az komoly! Az komoly! Az nem semmi! Hát ezt már hallottam, ezt a nem semmis róla, de... Mikor nem működik a kocsi, de mégis kedveskedik neked. Dik úgy rúgdossa az autót, hogy izé jó, de ne hallgat. Na, ebben sem nagyon felfogott. Ilyen brutusokkal nem dolgozok. Elegem van szívlibő. Nagyon megharagudtam rá. De nem baj, jön még kutya arra a kamion. Tegnap még de én ott leszek, alá teszem. Nem érdekel engem, hogy engem valaki kihasználjon. Hát ezt arra fel vagyok háborodva. Hát hogy lehet egy ekkora ládába beletenni, bazd meg egy ekkora... Faszom, hogy csadjál csavarhúzót, hogy haladjunk. Adjad már, nyad anyádból az albatket, te faszkalap. Az anyád picsáját, te faszom, hogy se. Ezt a drága gyerekét. Zoli, vigyázz, hogy hová nyúlsz, bazd meg, meg ne basszon. Ne gecizd már velem, te is, anyikám. Ma kezdtem, bazd meg. Faszom. Jaj, majdnem itt izé elcsattant a röhögés. Ha létezik befogadó nemzet, akkor a magyarság mindig az volt. Takarodj már, zsicsa, majd hívom a rendőrséget! Holy Christ, this time. What's your nose? Priest. Az öreg asszony. Azéval az aktatáskával, hogy pak! Csattan. Nagy nyomású légfúvó pisztolyon a hátsó testnyílásán keresztül megpróbálták felfújni egyik munkatársukat. Itt kell lenned, hogy elhidd. Magyarország rád vár. Mi? Really? Most mi? Mellem nincs. Fenekem nincs. Kértek egy kis töltött káposztát? Igen, kérjük. Az a lényeg. Akik az életemre törtek. Soros Gyuri, Instagramban adja. A fekete magyar. Torszán tették, de megtörni nem tudtak. És még soha, soha nem voltam ilyen eltökélt. Galaxis békéjének és biztonságának megszilárdítása érdekében uniónkat új alapokra helyezzük. Nevem által első galaktikus amúgy illik a Soros Gyurihoz ez a... Bocsánat. Illik ez a megnevezítés a...
Soros Gyurihoz, ez a Fekete Nagyúr cím lett, nagyon élik hozzá. Tehát ez 10 per 10. És a biztonság birodalma! Na, akkor köszönöm szépen a figyelmet, hogy megtekintetétek ezt a magyar TikTok mém válogatást, ezzel akartam indítani ezt a mém videókra reagálás című rovatunkat, ami... Na, köszönöm szépen a figyelmet, hogy megtekintetétek ezt a videót, ha tetszett, lájkold, ha nem tetszett, diszlájkold, nyomd be a csengőt, iratkozz fel, és legyen további szép napotok, és bírjátok ki ezt az esős időjárást, meg ezt a szaridőt. Köszönöm szépen a figyelmet, én Laci voltam, és küldjétek el mindenhova, és legyen szeretet a családban, áldás békesség hújjon rátok, sziasztok!